Sziasztok, srácok! Itt vagyok egy újabb videóban, és ismét Royale-os videó lesz. Itt vagyok a nagy karakteremen, és láthatjátok, hogy eléggé fent vagyok kupában, ami az országban jelen pillanatban a kilencedik helyre elég. Úgyhogy szezon közepén vagyunk, ami azért szerintem nem rossz. Kilencedik helyre elég, amire én most eléggé elégedett vagyok vele, és ha megnézzük, akkor... Ha egy meccset nyerek, akkor bekerülök a világ top 10 ezer játékosok közé. Remélem sikerülni fog ezt, én nagyon-nagyon szeretném, hogy sikerüljön. Vagy kettő mesnyire van lehet, bocs, várj, bocs. Srácok. Hogy van ez? ja, kettő meccset, ha nyerek, akkor kerülök be a világ top 10 ezer játékosa közé. Ha igaziból lehet, hogy egy meccs is elég, ez nem tudom így most. Kettő vagy egy meccs nyeréssel bekerülök a világ top 10 ezer játékosa közé. Már voltam benne, de jól lenne ismét bekerülni de a videó igaziból ezen kívül még arról szólna, hogy ha sikerülne kettő darab meccset nyernem, akkor kinyithatnánk egy legendary chestet itt közösen a videó végén. Remélem, hogy Minert sikerül belőle nyitni. Ha nem igaziból, az sem baj. És szerintem játszunk is, nagyon remélem, hogy sikerül majd nyernem. Nézzük is, 12-es az ellenfelem. Egyébként majd mindig majd szeretnék majd mesélni nektek, de most nem a meccs alatt, amikor eléggé koncentrálnom kell. Szóval azt mondom, hogy most ezt játsszuk és utána jöjjön a story time, miután befejeztük ezt a meccset. Én azt gondolom, hogy most ez lesz a leghelyesebb. Ezt le kéne... Ah. Ez megszívatott a princess, szép volt. Gigi. Haver, ezt most megszívtam. most Princess védjek, vagy knightot. A Princess-t mindenképp le kell védenem, és azt mondom, hogy ezt most én így fogom tornádózni, mert így egy goblin meghal, sőt kettő goblin meghalt, és így egy goblin csak bántotta, egy goblin bántotta csak a tornyomat, viszont ez egy zebbédek. Ami a legfontosabb, hogy ne veszítsem el a tornyos simple elixírbe, és ez úgy néz ki, hogy nem sikerül egy percig ki kéne bírnom ahhoz, hogy megnyerjem a meccset, ami hát lássuk be, nem lesz könnyű. Sőt, nagyon-nagyon nehéz lesz, mert jó játszik az ellenfél. Menjen a Pekka. De remélem, hát, ha meg tudnám nyerni. Mindegy, akkor most mesélek most. Képzeljétek el, beléptem a magyar kaszinóba egy kis időre. Országjások lánya, ugye, és rögtön kirúgtak, mondván, az egyik ember rögtön kirúgott, és azt mondta, hogy azért rúg ki, mert hogy szarad nekem, és ilyen dekkel csak 10 évesek játszanak. Hát én mondtam neki, hogy. Hát hogy jó, de azért szerintem kicsit korai döntés volt a részéről, hogy ilyen dekkel biztos csak tíz évesek játszanak, mert hát nagyon nem 10 éves vagyok az egyik. A másik meg, hogy szerintem nem annyira rossz a dekkem, mind, hogy fikázták, és így mindenki szitta a dekkemet, és mondták, hogy vagy én vagyok rossz játékos, vagy a dekkem a rossz, és hogy. választhatok. És én ezt egyáltalán nem érzem jogosnak, amit mondtak, mert szerintem nem vagyok egy rossz játékos sem, persze nem vagyok a legjobb játékos ö, sem. És a dekkem se rossz. Mint. Látjátok, most is ország 9. játékosa vagyok, szóval, kicsit igazságtalannak éreztem, az ott kapott szidást. A Magyar Kaszinóba, ezért el is jöttem mondom, mert nagyon. Fi hát az elején nagyon-nagyon szittak engem, aztán a későbbiekben már annyira nem volt ez intenzív, de egyszerűen nem éreztem egy olyan közegbe, ahol azért rúgtak ki, mert ilyen dekkel mondván csak tíz évesek játszanak. Hát ennek a mesnek sajnos nem bírom megnyerni. GG haver, esetleg a Pekka? Kérlek. Kösz, uh, leviszi a tornyot. Nem, van még 8 HP. Please, 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 please. Oh, shit. Igen! 8 élet. Ezt láttátok, srácok? Azt a rohadt! Hú. Ha, nagyon boldog vagyok, nem hittem volna, hogy megnyerem. Itt beszélgetünk, és akkor a nagyon durva volt, épp bekerültem a top 10.000 játékosba, és benne vagyok! A világ top 10.000 játékosa között láthatjátok, 8796. játékos vagyok a világon. Szóval szerintem ezek után most senki nem mondja nekem azt, hogy vagy a rossz, vagy én vagyok rossz játékos, és... Hú, nagyon örülök, srácok! Hú, tényleg 8 HP-n ott marad a torony. Hú, új dobog most a szívem, ne, nem tudjátok elképzelni. Hú. Vegyük is fel a jutalmunkat. És öt. Ilyen, nem tudom mi a zászlócska kéne. Hogy kinyissuk a Legendary Chestet. Hányadik vagyok most épp az országban? Hetedik vagyok az országban. világon most a, nem tudom, 8 valami. Uh, nagyon örülök, a tényleg eszméletlenül örülök neki, és bocsi, hogy most itt elhúzom az időtöket, de nagyon örülök neki. Szerintem ilyen jó, még sos, ilyennyire még fenn sose voltam. Most bos le is kell fényképeznem. Egyéni rekord. Toljunk még egy meccset. Remélem ki tudjuk nyitni a Legendary Chestet, és még feljebb menni kupában. Örülnék neki nagyon-nagyon, ha ez a meccs sikerülne. De ugye ez csak rajtam, és az ellen felemen múlik. Remeg a kezem. Az előző meccsen nagyon izgultam. El se hiszem, hogy ezt összehoztam. Ez a Knight nem volt valami jó, de nem tudom miért tettem. Így, ha ugye a Spear Goblinokra kell tenni a Knight-ot. mert akkor a Knight túléli. Mert így is túlélte, de... Na, értitek, mit akarok mondani. Nightwitch. Ma játszottam egy Nightwish Giant ellen, sőt, kb. egy 10 perc játszhattam ellene, de annál nem volt ballon, így sikerült elvernem, ettől mestől viszont bevallom őszintén egy kicsikét nagyon félek. Hoppá, hát ez aztán értelmes A zep egy kicsit hamar volt. Ja nem, tökéletes zep volt. Mondjuk a Balundop dob egyet, az annyira nem vészes. Viszont a pekkát könnyen kántöröli egy Goblin gengel, viszont a Miner egész sokat tud csipkedni abból a toronyból, ha nem fog vele foglalkozni. És úgy néz ki, hogy nem foglalkozott azzal a Mineremmel, így az egy nagyon-nagyon jó Miner volt. Nézzétek, mennyi sebb ez az, az a Miner. Bú, rengeteget sebb. nem akarom, nem, én inkább nem kiabálom el magam, szóval ezt inkább nem mondom. Mert, mert nem, nem. Majd a meccségén elmondom, ha eszembe jut, hogy mit akartam most mondani. De ezt nem szeretném ezt a mondatot elkiabálni, sőt nem is a meccs végén, ha majd kiderül rá a válasz. Azt akartam mondani, hogy ilyen dekekben nem szokott nagyon spell lenni, hát tévedtem sajnos, mert így ki is tudta öldösni a, hogy hívják amit, a streamus és lerakta a goblin genget, ennek viszont eléggé örülök, mert az elit barbárok így viszont nem kicsit fognak sebezni abba a toronyba, hanem meg is lesz meg kéne ezt a meccset nyerni, srácok, nagyon meg kéne nyerni. Minion Hord, annak viszont egy csöppet sem örülök, kiküldöm a Minert, ő viszont a giant és még most tornádózom. Megy a három muskétásom. Aj, le fogja fireballozni egybe az egészet. Kérlek, muskéta, menj távolabb. a oh, boys. Arra küldeni fog egy fireballt. Ez nyilvánvaló. És de jó volt az a... Hogy hívják spell? Jó, és a Fireball, nézzük. Ez az Fireball Mist. Még nem nagy volt a hiba a fireball de talán elég lehet arra, hogy megnyerjem a meccset. Kérlek muskét a tornyot. Meg kéne próbálni rámenni a három koronára. Áj, nem, leraktam minionokat. Tornádó, please. És nem lesz meg. Pekka! Ez az! És megnyerem. Ez meg lesz nyer a srácok. És még be is hározom. Tökéletes! Hát én ezt nem hiszem el. Nagyon szeretem ezt a dekket. Lehet szidni a dekkemet, nem zavar a szidjátok. Szidhatjátok felőlem a dekkemet, én nagyon szeretem, szidhatjátok engem is, az sem zavar. Szerintem nem vagyok egy annyira rossz játékos. Most éppen a világ 7238. játékosa vagyok ami szerintem nem rossz, és úgyhogy nem a Season elején, hanem a Season leg- és leg- és leg közepén vagyok ennyi. Országba vagyok, hatodik játékos. Szóval szerintem elég jó. Nyissuk a Legendary Chest-et. Én nagyon-nagyon szeretnék nyitni, bevallom őszintén, egy miner, mert akkor csak egy kéne, hogy nevel négyes legyen. Kérlek, miner, nem is nézek oda. Kérlek, miner, miner, miner. Oda nézek, és még nem. Na, no, akkor most nézek oda, akkor mi mindig nem nézek oda, mi történt? Ez mennyire egy Princess. Hát nem éppen Miner. Hmm. lehetett volna jobb is. De nem baj, legalább Legendary Chest. Egy Princess. Én örülök neki, viszont aminek sokkal jobban örülök az, az hogy ennyire sikerült felmennem kupába. És remélem tetszett ez a videó nektek. Ha tetszett, akkor lájkold ha még nem tette volna meg, iratkozz fel, én Nándi voltam, na sziasztok! Jó, még még valami. Írjátok már le a véleményeteket arról, hogy szerintetek -e is szaradekkem, vagy én vagyok szarjátékos, mint hogy a Magyar Kaszinó állította, hogy vagy szarjátékos, vagy szarjátékos vagyok, vagy szaradekkem. Írjátok le, hogy ezzel ti egyetértetek-e, vagy ti inkább nekem adnátok igazat, ez nagyon érdekelne. Na akkor sziasztok!